Hozzávalók, 125 g finom liszt, 2 darab tojás, 20 g vaníliás cukor, az nincs, egy csipesó, 250 ml hideg tej, 40 g vaj, az sincs, és 6 táska rálapra fogolott olaj. Ennek a boltba. Milyen az idő? Na jó nevet kívánok mindenkinek, én a Nagybeli vagyok, és palacsintát akarok sütni. Igen, most nyitjuk az összetevőket, és hát, mint láttátok, se vajunk, se vaníliás cukrunk nincsen, úgyhogy zsalunk le a kóba, vagy a CBA-ba, és veszünk, mert én nagyon akarok palacsintát. De olyan régóta vágyok már rá, és most itt van Suri, lehet egy kicsit házias, sütök, főzök, úgyhogy csinálok egy palacsintát. Embertelen idő van, hallod? Minusz 5000. Suri, Angliában ez szokás? Nem. Angliában ez nem szokás. Szóval az embertelen körülményekből bejöttünk, és van nekünk akkor 125 g finom lisztünk, 2 tojásunk, vaníliás cukrunk, 2 darab kemény 20 g, só, tesó, tej, vaj, finomított, nagyon jó, megijedt a piacra. Szóval megvan mindenünk, hát meg persze egy palacsinta sütünk is van, és akkor ebben. Az az igazság, hogy nincsen ilyen turmix gépem, meg ilyen robotom, vagy mit tudom én, úgyhogy egy ilyen ségbe fogom megcsinálni. Jó, van a fél. Professzionális séf. 250? Ez pontosan, milliliter pontosan 250 deci. Milli. Hát ez nem lesz egy nagy adag. Milyen recept? Jaj, Suri, nézd meg! Mit csinálja? Nekünk 125 kell. Jó, hát ez kicsit árnyékolós meg minden. Ez meg 126. Ez egy két tojás. Egy, 40 gram vaj. Azt a pontos Jézusom! Jézus! Most irányékolják a kamera. Ugye nem olyan guszta így. Nyugi, nem kell nézni. Ne ítélj meg soha egy könyvet a borítója alapján, Dúra Bölcs. Hát nagyon. Az, nem tudom, szerintem ennél kevesebb. Jól van az. És akkor 6 teáskanál. Egy, kettő. 2, 3, 7 van, az alatt. Talán egész. Oh. Ott is van! Szerintem tökéletes. Hát. És akkor most hagyjuk 3 óráig a hűtőben. Jó. Fantasztikus. Yeah. Suri, ismerős ez a festői környezet valahonnan? Kéne. Hát igen, mivel mindig itt szoktunk bejönni a Cyberjamba. Elhoztam Surit a Cyberjamba, hiszen látta, hogy Geri mester mekkora egy kis celeburdi dugódani, vagy hogy mondtam? Nagyon virgonc kis dugódani, és most leszeretné nyűgözni a figyelmet, nem tudom, mit akartam közdeni, de rég az, hogy oda akarja verni Geri mestert, úgyhogy majd ő is jönni fog. Micsoda? Most majd legközelebb. Szóval lényeg az, hogy Suri is meg szeretné mutatni a tudását a ninja pálya, meg ugye az egész trambulin parkba, úgyhogy majd Suri nem sokára megmutathatod, jó? Jó. Nagyon izgulsz? Nagyon. Na hát is medlettem ebbe a nagyon-nagyon szép pólóba, ez hát susu mindig velem van, még Budapesten is, ezt amúgy Ramitól kaptam, mindenkit nagyon szépen köszönöm. Na de, hol van ez a két hülye gyerek? Oh, I found them. Suri azt mondja, hogy nekik Angliában az általános iskolában tananyag volt a trambulin. Középiskola. Bocsánatot kérek, középiskolában tananyag volt a trambulinozás, a szaltó, meg az ilyenek, igaz ez? Így van. Csak hogy nehogy helyetted hülyeséget beszélek. Úgyhogy, Suri, szeretném, hogy megmutasd a tudásodat. Hát egy előre szaltót, meg mondjuk egy hátraszaltó próbát. Nem, a hátraszaltó próba nem. De kettő előre szaltó. Okay. Egymás után, tehát dupla? Nem. De, tehát dupla előre szaltó. Megpróbálom. Na, valamelyiket. Na, van itt nekünk egy versenyzőnk, aki köztudottan egy ninja. Geri mester, mire készülsz? Hát, Surinak megmutatom az előre szaltót, hogyan kell csinálni. Ezt szerintem tudjuk überelni. Ó, igen. Hát. Hát nem túl nehéz vagyunk. Ez eléggé ágyugolyós volt, Suri. Erről nekem az jutott eszembe, hogy amikor a tengerbe vagy bármilyen vízbe bombát akarnék ugrani. Azt, hogy a tud jobbat, megmutatja. Az igen, na ez... Nagyon jó! Na az az igazság, hogy most el akarom vinni Surit, mint mondtam, a ninja pályára.
Mert ő nagyon-nagyon bátran azt állította a Geri Mester videója után, vagy hát azután a videó után, hogy Geri Mester szerepelt, hogy ő ezt jobban tudná megcsinálni. Úgyhogy most megnézzük, mit tud a srác. Ugyebár Geri második nekifutásra ment teljesen vég a pályán, úgyhogy Suri, ha végigviszed egyből, akkor valóban ügyesen vagy, úgyhogy gyerünk, hajrá, vehet! Az igen. Az igen, na gyerünk! Átnyúl, nagyon jó! Angliában ez szokás? Húha, hol vagyok? Na Suri, ebből mi lesz? Gyerünk! Nyugi, az idő veled van! Nagyon jó, és akkor most jön a mumus. Csúszik a kezem. Ez így nem jó. Ő nyert. Easy. Egy laza fél óra elteltével nekem eszembe jutott valami. Hogy nálunk otthon azt beszéltük Surival, mikor ő még azt mondta, hogy hát aki veszít a Ninja Warrior pályán, az törpejárásban végig fog menni a Cyber Jumpon. Mehet a menet? Törpejárás! Geri Mester, biztos ízd a hátam mögött! Sziasztok! Suri, mesélj nekem, milyen volt az első... Hol vagy? Gyere! Milyen volt az első Cyber Jump? Hát a combom még fáj, mert törpejárásokat végigmennem, de amúgy... Hát, ezt te találtad ki, ezt a büntit. Nem, a törpejárás te találtad ki, én csak azt találtam ki. Te meg azt, hogy bünti. De összességében jó volt? Mhm. Uh-huh. Akkor jó, Geri Mester, te is jól érzed magad? Nagyon. Gyere jöjj! Geri Mester eljött, hogy egyen egy kircsi paleszt. Meg ugye Surival... Előkészítettük már, a dolgokat. Úgy rázomolnék a fejére. Úgyhogy van nekünk tésztánk, ami reméljük jó. Ha a Geri kóstolja meg először, hogyha mérgező, akkor nem mi halunk meg. Az nem lesz belőle. Szagra jó. Ilyesminek kell lenni. Úgy írták elő, hogy előmelegített serpenyőbe fogunk rakni majd olajat, és arra fogunk rakni majd tésztát. Csináltál a palacsintát? Nem. Én sem. Úgyhogy ez jó lesz. Ez jó lesz. Gyere már! Gyere már, mert már jó. Akkor be kell szépen olajozni, Geri, a serpenyünket. Hogy ne kozmáljon oda. Az úgy sok vagy kevés? Nem tudom. Én nem látom. Jó van, az nem fog odaégni. Na. Az ő technológia. És akkor most jön a... ez sok lehet. Mindegy. Most jön az igazság pillanata. Azt a mindenségét! Fullos! Mikor kell megfordítani? Te mindig csak kérdezős. Nem, hogy Geri, fordíts meg te! Azt nem. Dolgozz! Ezzel nem fogok jól lakni. Ez szerintem, hogy 3-4-re lehet elég. Szerintem sok tojást raktunk bele, és kevés tejet. Ja. A kommentben írd már meg, hogy mit rontottunk-e, úgyis láttátok, hogy mennyiből mit raktunk bele. Szerintem valami nem kóser. Hát lesz egy-két palacsintád, de így nem sok. Szerintem a héten még lövünk egy palacsintádós napot. Jó! Ajj, megcsapott! Nem is olyan rossz. Ez nem, mi az, hogy nem rossz, ez full extra. Szóval lányok, és a főzök, mosok, takarítok, hol vagytok? Na mi az, amit fogunk majd rakni bele? Köszönöm. Már az első, szerintem tiszteljük meg azzal, hogy őt nem dobjuk a földre. Akarok egy izét. Sicsutyok. Na. Na a földre megy Geri Mester, még van az ebédje. Vasorra. Nyomja ki... Csaporra. Annyi. Öcsi még egy, vissza. Nyugi, ez csak az induló csel. Szocsátod. Letapad szerintem. Ne. Oké, okay, megvan. Erről van szó. Ha
Nem egy sok. Erre még rá kell rakni egy Shrek-et, és jó is lenne. Az első palacsintánk, első harapás. Kicsit sárga. Hú, de jó. Nagyon jó. Pont kellően vastag, kellően édes. Mit szoktak mi mondani? Nem lehetne jobban csinálni? Nagyon jó, nagyon finom. Már először így ránézésre mit mondatok? Hát az, hogy vastag, és hogy megvan egy kicsit égve. Mi? Mi van megégve? Ott. Az, hidd el úgy jó, hidd el úgy jó. Ha nem jó. Azt hittem a vastagságába közbele. Enyém csak az barna. Is. Enyém csak barna, és szerintem jó lesz. De várj, erre vártunk kb. Egy óráig, hogy Geri mester ide jön. Jó. Jó. Azt hiszem... Igen, az kakaó. Amúgy jó. Jó. Köszönjük szépen, Benni. Viszont a mai részünk ennyi lett volna, ez már kicsit tartalmasabb volt, és itt a király paleszhozás közben szeretnénk tőletek elbúcsúzni. Reméljük, hogy tetszett a videó, hogyha tetszett, akkor... Nyomjatok egy lájkot. És iratkozzatok fel. Úristen, ez nem voltam úgy megbeszélve viccen kívül, és egyetek nagyon finom palacsintát, majd csinálok egyszer nektek, jó? De nagyon jó mondták a srácok, hogyha tetszett a videó, szavattok holnap talán.